Sziasztok! Újra itt vagyok egy következő résszel, és én úgy gondoltam, hogy ebben a részben ismét ugye Serge Oliva és Chris Bumster után újra elővennék egy rendkívül old school versenyzőt, ki nem más, mint Lee Priest, a szőke mitosz. A 90-es évek egyik meghatározó versenyzője volt ő, és a mai napig is őt tartják minden idők legjobb alacsony termetű testépítőjének. Egy igazi old school versenyzőről van szó, aki soha egyáltalán nem foglalkozott a testépítés tudományos oldalával, hanem ő ez az igazi, egyszerű, old school testépítő, és most az edzés technikáját megnézzük, és mindannyian meg fogjuk nézni azt, hogy vajon mennyire is volt ez old school, és vajon mennyire is edzett ő másként, mint ahogy ma a tudományos módon edző új testépítők. Vágjunk is bele! I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as... Jó, hát kezdésnek fel is hívnám a figyelmet akkor először is, mielőtt belevágunk magába az edzésbe, erre az eszközre, amit most Lee bemutat nekünk. Ahogy láthatjátok, ez egy nagyon speciális, nagyon különleges gép, ahol a rudat bármilyen irányba lehet mozgatni, tehát gyakorlatilag olyan, mint egy szabad, súlyos rudas gyakorlat, de ahogy látjátok, köteleken, egy dróton csüng a rúd, és az a működési elve olyan, mint a biztonságjöv. A biztonságjövvel, amennyiben lassan hajolsz előre, akkor szépen enged, abban a pillanatban, hogy egy hirtelen mozgást végzel, azonnal megáll. Ez a gép is ilyen, abban a pillanatban, hogy hirtelen kezded el leengedni a rudat, abban a pillanatban a drót megfogja a súlyt, és csüng a levegőben. Én nem tudom, hogy ez a gép hogy nem terjedt el. A felvétel egyébként 23 évvel ezelőtt készült. Fogalmam sincs, hogy ez a gép hogy nem terjedt el, mert szerintem egy fantasztikus találmányról lenne szó, ugyanis megadja a szabad rúdnak a szabadságát, ugyanis bármilyen irányban mozgathatod három dimenzióban, nem csak lefel, mint egy Smith keretet, de mégis maximálisan biztonságos, akár otthoni használatra is az lenne, ugyanis nem maradhat rajtad a súly, hiszen abban a pillanatban, hogy hirtelen egy pár centit ejtesz a súlyon, azonnal megfogja a gép. Szerintem egy zseniális találmány, számomra teljes mértékben érthetetlen, hogy ez az eszköz nem terjedt el. De ugyanakkor gondolom most azoknak, akik egy rendkívül old school edzésmódszert vagy egy edzésprogramot vártak, pusztán szabad súlyok használatával, hiszen sokan tévesen ebben a hitben élnek, hogy az old school edzés az csak szabad súlyokkal történt, de a 10 részes a tervezett sorozaton végére mindannyian látni fogjátok, hogy ez mennyire nem így van, ugyanis senki nem edz csak szabad súlyokkal, a testépítők mindig is képekkel edzettek főleg, és mindig megtartották a szabad súlyos gyakorlatokat is. Nézzük tehát Lee edzés technikáját, rudas fekvenyomásról van szó, sima rudas fekvenyomásról persze, nyilván egy gépen történik a dolog, de ettől függetlenül ezen a gépen gyakorlatilag a végrehajtás ugyanolyan, mint egy sima szabad rudas fekvenyomás. Serge Oliva is sima rudas fekvenyomással kezdett, Lee is sima rudas fekvenyomással kezd, ellenben látható, hogy az edzés technikában milyen brutális különbség van, míg Serge Oliva rendkívül gyorsan, rendkívül kicsiket, rendkívül rövid mozgástartományban nyomott, addig Lee az igazi old school testépítő módra kihasználja a teljes mozgástartományt, a rúd megérinti a mellkasát, a rúd rendkívül lassú tempóban mozog, a mellkas végig ki van nyomva, ahogy megfigyelitek, a vállakat hátra húzza, de csak amikor a rúd az alsó pozícióban van, a nyomáskor már engedi egy kicsit a vállait előre mozdulni, ez kritikus fontosságú, óriási tévedés az, hogy a nyomás során a vállakat hátra húzva kell tartani. A negatív szakaszban és a nyújtott pozícióban kell a vállakat hátrafele tartani, ellenben a mell maximális kontrakciójához mindig nagyon fontos, hogy egy kicsit előre kell mozdulni a vállnak. Hogyha folyamatosan megpróbáljátok hátrahúzva tartani a vállat, ez egyrészt kisebb
mellizom aktivációval jár, másrészt hosszú távon végezve komoly váll problémáknak a gyökere lehet az, hogyha ti megpróbáljátok a lapockátokat nem mozgatni. Nyomásoknál és húzásoknál a lapockának mozognia kell, de az igaz, hogy a nyújtott pozícióban és a negatív pozícióban valóban ki kell emelni a mellkast és hátra kell húzni a vállat. Én úgy gondolom, hogy egy tökéletes fekvőnyomást láthatunk, a negatív tempó rendkívül gyönyörűen van kontrollálva. Lee úgy látszik, hogy szériák között nyújt, hát erről vegyessek a véleményeim. Én úgy gondolom, hogy a bemelegítő szetteknél még belefér egy minimális statikus nyújtás, de a munkasorozatok között én ezt senkinek nem javasolnám. Ma már a tudomány is megerősítette azt, hogy a maximális erőkifejtéshez nem előnyös a nyújtás, sőt, csökkenti a maximális erőkifejtést, sőt, növeli a sérülés veszélyét, amennyiben maximális erőkifejtésről van szó. Tehát a nyújtást hagyjátok az edzés végére, vagy tartogassátok a bemelegítésre, de a munkasorozatok között nem nyújtunk. Következő gyakorlat, ahogy azt eddig is láthattátok, egy vízszintes nyomás után egy feldepados nyomás jön, Lee-nél ugyanez van, csak míg például Sergio ugye ezt is ruddal végezte, addig itt egy ilyen speciális gépet látunk, de egyébként, ha megfigyelitek, a karok pozíciója pont ugyanaz, mintha rúd lenne a kezében Lee-nek, tehát ennyire röve rúddal is lehetne végezni, mégis rendkívül boldog vagyok, hogy ezt látom, ugyanis egy szabad súlyos, bár az első is egy gép volt, de ugye bármilyen irányban mozoghat a rúd, tehát egy szabad súlyos első nyitó gyakorlat után egy olyan gyakorlat következik, ahol sokkal nagyobb a stabilitás, és ezért nincs szükséged arra, hogy stabilizáld a gyakorlatot, hanem ezen a ponton már pusztán az erőkifejtésre tudsz figyelni. Rendkívül jó a gépválasztás is szerintem. Ahogy láthatjátok, mivel nincs rúd, nincs összeköttetésben a két markolat, ezért még mélyebbre beengedhető lenne, mint a rúd. Most nyilván Lee hatalmas tömege miatt erre talán nincs lehetősége, de nem igazán engedi le olyan mélyre. Tehát, hogyha rúd lenne a kezében, akkor azt látnánk, hogy megérinti a rúd a mellkasát, de a gép extra mozgás tartományát nem használja ki Lee. Ennek a gépnek ez lenne a lényege, hogy még mélyebbre tud engedni, mint a rudat. De nyilván, mikor valakinek 60 centis a karja, és hatalmas tömege van, akkor így a mozgás tartomány is változik. Tehát soha ne hasonlítsátok össze a ti mozgástartományatokat egy profi testépítő mozgástartományával, mert az, aki 160 centi magasság mellé 60 centis karokkal rendelkezik, neki nem ugyanaz lesz a mozgástartománya, mint a tiétek. Eddig maximálisan le vagyok nyűgözve, nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a rendkívül old school testépítő kifejezetten úgy edz, mint a mai modern testépítők. Egyébként Lee Priestről érdemes tudni azt, hogy ő abszolút ellene volt mindig is a tudománynak. Ő úgy gondolta, hogy egy igazán jó testépítő érzésből is úgy fog edzeni, ahogy azt ma már a tudomány egyébként megerősítette, és azt kell, hogy mondjam, hogy bár ez egy 24 évvel ezelőtti felvétel, ha feltűnt nektek, akkor pont ugyanazt az edzés stílust, pont ugyanazt az edzés technikát láthatjátok, amit a legutóbbi videómban Chris Bumstead mutatott be nekünk. Chris Bumstead a tudományra építette az edzés stílusát, Lee Priest pedig a megérzéseire, és mégis ugyanazt az edzés technikát láthatjuk. Mert mi az az edzés technika, amit látunk? Vagy látjátok, rendkívül lassú negatívról van szó. Nyilván Lee nem úgy mozog, mint egy lassú felvétel, de mindenhol 1-2-3 másodperces negatívot fogtok látni. A Science már megmondta nekünk mára, hogy nincs valódi különbség a között, hogy most 1 másodperc alatt engeded le a súlyt, vagy 3. Ellenben minél lassabban engeded le, annál jobban csökken a sérülés veszély. Tehát nem fogsz izmosabb lenni attól, hogy 3 másodpercig engeded le a rudat 1 másodperc helyett. Egészen addig, amíg kontroll alatt van a tempó, addig nem számít valójában maga a másodperc. De nyilvánvalóan, amikor valaki nem érzi a technikát kezdő, és még meg kell tanulni a tempót, akkor a gyakorlatok mellé érdemes egy időintervallumot társítani, tehát érdemes a kezdőknek azt mondani, hogy figyelj, legyen a negatív 2, vagy 3, vagy 4 másodperc, és majd később, amikor az illető haladóvá válik, akkor már tudni fogja, hogy valójában nincs is különbség a között, hogy 1 másodperc vagy 4, de el kell jutni arra a szintre, hogy az ember megérezze, hogy mi az a tempó, ami még maximálisan effektív, de biztonságos is. Lee tempója tökéletes, ahogy láthatjátok, mindenhol hangsúlyozza a nyújtást,
mindenhol hangsúlyozza a teljes mozgástartományt. A gyakorlat szelekciót is kifejezetten intelligensnek és okosnak tartom. Volt egy vízszintes mozgás, ami az egész mell régióit fantasztikusan átdolgozza, de egy picit hanyagolja a felső részt, hiszen a felső rész az egy kicsit más felkar mozgástartomány szükséges. Ezt Lee megcsinálta a második gyakorlattal, a harmadik és a negyedik gyakorlat egy-egy tárogatás volt, volt egy feldeparos tárogatás, és volt egy ilyen vízszintes gépen történő tárogatás, baromi jó volt. Egyébként rendkívül hasonló gépet alkotott Bohos Kornél is, ha jól emlékszem, körülbelül 20 évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon jó gépről van szó. És a befejező gyakorlat egy saját testsúlyos tolózkodás, ahol én úgy látom, hogy Lee mesterkurzus tart abból, hogy hogyan is kellene tolózkodni. Mit érdemes megfigyelni a technikájából? Egyrészt a kontrollált lassú negatívot, és amit érdemes még megnézni, hogy a has végig feszítve van, és a mellkas az alsó, illetve a vállak az alsó holdponton hátra vannak húzva, de ahogy látjátok, a felső ponthoz közeledve Lee előre húzza a vállait, és ez egy rendkívül fontos technika, amit én szoktam tanácsként adni a klienseimnek, hogy arra koncentráljanak, hogy a bicepszet a mell külső részéhez hozzászorítani. És ugyanezt a technikát láthatjátok Lee-től, nem pusztán feltolja magát, hanem a bicepszét próbálja odaszorítani a mell külső részéhez, és ezáltal maximalizáljátok a mozgástartományt. A melledzés után egy hátsóval edzést láthatunk, de én úgy gondolom, hogy Lee azért végezte ezt a gyakorlatot állva előredőlve, mert a fények miatt meg a saját, ez egy otthoni saját edzőtermelének. Nagyon jól nézett ki a gyakorlat, de nekem erősen kérdéses, hogy ezt a gyakorlatot Lee soha nem végezte szerintem valójában állva. Nyugodtan el lehet végezni állva is, csak sokkal több értelme van lefeküdni egy padra, vagy egy gépen végezni, mi értelme van álló pozícióban derékból előre dőlve hátsó vállat edzeni. Le kell feküdni egy padra, és akkor nincs ezzel probléma, de ezen a videón baromi jól nézett ki a fények miatt az álló verzió, szerintem ezért végezte így Lee. A végén láthatunk még egy várli edzést. Ezt tudni kell, hogy Lee-nek valószínűleg minden idők egyik legjobb várlia van, és már rengeteg podcastben és interjúban és videóban elmondta, hogy ő soha nem edzett komolyan várlira, tehát ezt most nem feltétlenül érdemes tőle eltanulni, hiszen a mai napig 50-valány évesen is brutális várlia van, pedig saját bevallása szerint kb. 10 éve nem edzett várlit. Ugyanakkor azért mégis érdemes megfigyelni a technikát, ugyanis kontrollált negatív, nem lassú, de mégis kontrollált negatívban folyamatos a mozgás, maximális mozgástartomány van, és a gép választás, a gyakorlat szelekciót rendkívül intelligensnek tartom, ugyanis nem sok értelme van annak, hogy a gerinced egészét terheld azért, hogy a vádlidat edzd, a csípődet is terhelheted, vagy pusztán csak a talpad felül is érkezhet a terhelés, tehát sokkal értelmesebb egy ilyen gépen vádlizni, vagy akár lábtolón, csak ha lábtolón vádliztok, nagyon fontos, hogy soha ne akasszátok ki a biztonsági csapokat, mert ha lecsúszik a lábatok a padlóról, és levágja a láb a gépeteket, levágja a gép a lábatokat, akkor rettenetesen rossz napotok lesz. Én úgy gondolom, hogy bár Lee Priest mindig is ellene volt a science-nek, soha nem érdekelte a testépítés tudományos oldala, ahogy láthatjátok, ösztönösen érzésből ugyanazzal a technikával edzett, mint a mai modern testépítők, kontrollált lassú negatív, nagyrészt gépeken végzett edzés, a maximális stabilitás és az erőkifejtés érdekében, teljes mozgástartomány minden gyakorlatnál. Én úgy gondolom, hogy az edzés technikája tökéletes, erre egyszerűen nem lehet mást adni, mint 10-est. Lee Priest, az igazi old school testépítő, azzal az edzés technikával edzett már a 90-es években, ahogy ma a mai modern testépítők a science-nek megfelelően edzenek. Remélem ezen nagyon sok old school mentalitású testépítő elgondolkozik, most pedig lefejezem a kis mondandómat, és átadom a szót Lee Priest fantasztikus fizikumának. Csodáljátok őt, minden idők egy legjobb testépítőjét, nézzétek a pózolását, és aki nem látta, nézze meg, mivel készül a podcastemet. Érdemes és tanulságos. Sziasztok!